Tisztelettel kérnék, szervusztok, mindenkinek jó napot kívánok. Szeretném, hogyha kicsit elcsendesedne mindenki. Szeretettel köszöntöm itt a megjelent 9. osztályokat és a tanárokat, és köszönöm az együttműködést. Egyben másfél órás lesz a program, úgyhogy mindenkit megkérek, hogy ehhez igazítsa a lelkét és a fizikai állapotát. Fogadjátok szeretettel, az iskolák befogadta ezt a rendezvényt. Szeretnék, hogyha csodás élményeket és a zenével kapcsolatos új információkat is élvezhetnétek, úgyhogy érezzétek magatokat jól, és át is adnám a szót az Egyesület képviseletének, hogy megnyissa ezt a programot. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, színpadi között. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Dakrimendi Egyesület rákevésüli programjának ezen szakaszában. Nagyon köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy megteremtette a lehetőséget, hogy itt lesünk nálatok. Bajnok Attila vagyok, az Egyesület elnöke. Feladatunk, hogy ezt a kultúrát, amit itt most másfél órában összefoglalva megpróbálom nektek átadni, ezt megőrizzük a ti számotokra is, tehát a jövő nemzedékének is. Ezért indítottuk ezt a suli programot, és ezért is vagyunk itt. De azért, hogy egy kicsit titeket még jobban megfogjuk, hogy látom, hogy már jó pár adnak kezébe van egy-két szórólap, 2020 januárjától indítjuk az e-sport szakosztályunkat PC, konzol és szimulátoros verzióban. Úgyhogy esetleg valaki érdekel és hajlandó rá, hogy becsempészhessük a kis agyacskájába ezt a kultúrát még az e-sport mellett, akkor jelentkezzen bármi szeretettel. És akkor most szeretném leszólítani a színpadra azon kollégákat, akik és egyesületi taktársakat, akik segítenek ebben a munkában. Első körben az együttesből Kucsár Bolint a dobnál. Nagy tapsot nekik! Elvizsgálom a nagykövőrért, jár Brazíliából, nagy tapsot neki. Mr. Hinger Bogner Balázs, együttes vezetője. Lesznek táncosaink, lesznek divatbemutatók, ugye, vagy divatok. Itt segítőnk lesz Luce Kivet, nagy tapsot neki is. Valamint neki, aki éppen ott közgöntöd a technikának. És akinek az előadását fogjátok hallani és élvezni, az a tanárunk, Gálos István doktor úr. Ő neki köszönhető, hogy egyáltalán ez a program tartalmilag működik. Köszönjük. Tehát mindenkit szeretettel köszöntök én is, és ez a zene, amit most megismertetünk veletek, valószínűleg már ismeritek, ez idén 65 éves. És rögtön egy olyan képlettel kezdünk, amiben nincsenek számok. Valószínűleg a közepére már ki fog derülni, hogy ennek a képletnek mi értelme van, illetve a bal oldalán, illetve az eredmény az hogy jön össze. Esetleg valakinek van elképzelése, hogy ez a képlet mit jelenthet. Talán az a képletünk valamit sejtett már. Na mindegy. Majd rá fogok jönni. És ez a zene, amiről szól, aminek a gyümölcsét látjátok, ő a Rákerül királya, ahol ezt beszél. Sajnos már nincs közünk jó régóta, de szellemisége az velünk van, és velünk is lesz, ameddig a Földön rendelnek. És akkor már említettem ezt a dátumot, hogy 65 év. És kevés az olyan zene, amit pontos dátumra meg tudunk mondani, hogy ekkor született. Na most a Rákerül az ilyen. Úgyhogy ezt a 65 évet fogunk végigvenni, és hogy egy kicsit közelebb hoztam hozzátok a kifjú rendszedékhez, ezért elővettem a Google-t, és beleírtam különféle zenei stílusokat,
illetve általatok ismert volt, hogy milyen találati arányról. És látjátok, hogy a arányról azért ott van a középmezőben, és a hip-hopot azt nem tudta elérni, de azt figyelembe veszünk, hogy ebből a rock and rollból nőtt ki a mai rock zene, akkor, és annak ilyen az előfordulási aránya a rúgóba, akkor azt mondhatjuk, hogy a rock and roll jelentősége az felbecsülhetetlen. És azt is hozzáveszünk, hogy ugye abban az időben, amikor ez a rock and roll őrület elkezdődött, és amikor a legnagyobb térhódítása volt a szárban, akkor ugye internet nem volt sehol. Tehát 1954 alatt, majd 2019-ből leveszünk 65-öt, akkor az pont 54. Tehát ekkor született a rock and roll. És ez az előadás erről fog szólni, hogy mi is történt 65 évvel ezelőtt. Ha nagyon röviden akarnám fogalmazni, ezt egy remek magyar rock and roll előadó, szövegíró, zeneszerző már megfogalmazta, mikor az Úrnak táncolni kedve volt, megteremtette a rakatot. Ez a Bibliában nincsen benne, templomokban ez nem hangzik el, de azért még egyelőre, nem majd teszünk róla. Úgyhogy esetleg tudja-e valaki, hogy ez az idézet kiből származhat? Mikor az Úrnak táncolni kedve volt, megteremtette a rakatot? Magyar rock and roll előadó, a ismerteteinek a leghíresebb, valakinek beugrik. Igen. Na, hát akkor itt már kérem, felvérkezett tudásra rendelkeztek. De nem csak 65 évre megyünk vissza, hanem visszamegyünk 1492-ig. Tudja valaki, hogy 1492-ben mi történt a történelemben? Amerika felfedezése. Visszamegyünk eddig, tehát az európaiak felfedezték ezt a földrészt, mi most csak az északi féltekével foglalkozunk északi. És ugye ez egy betöretlen terület volt, amihez az európaiak két keze kevés volt, ezért Afrikából a feketéken rabszolgasorban kétszerűen áthajóztatták őket Amerikába, és főleg a délvidéken, a gyapott földeken ott foglalkoztatták őket. Semmiféle jogunk nem volt, csak reggeltől Mikulásig estig kellett dolgozni. Nem maradt semmi neki, maradt a vallás. Nagyon hamar fölvették a kereszténységet, és hogyha a vallás van, akkor vannak templomok, amiket megtöltöttek a feketék, és fohászkodtak az Úrhoz. Először csak szavakban, de utána már dalba is foglalták az ő fájdalmaikat, és kérték az Úrt a jobb életre. És ezeket a dalokat nevezzük gászterem spirituálnak. Biztos sok olyan amerikai filmet láttuk, ahol a templomokban hátul színes bőrűek, feketék, kórusban összeállnak, és szinte extázisban énekelnek vallási dalokat. Na, ezek a gászterem spirituálnak. Az ültetvényeken, illetve otthon a szerencsétlen feketék elkezdtek saját kefkedésből is dalokat szerezni. Ezek szomorú dalok voltak az ő szomorú életükről, és ezeket nevezünk bluesnak. Eleinte nem volt hangszer, hanem mi maradt nekik már ki? Az a kérdés, hogy nem volt hangszer. Akkor mit csináltak? Szóval, mivel hogy ilyen nagyon-nagyon tudtak operálni hangszerrel, ezért kézből már nem sok minden maradt, hanem volt kezünk, nem volt lábuk. És ahhoz, hogy az ütemet tudják gyártani hozzá, ezért ezeket az alapcuccokat használták. Úgyhogy most először meg is fogom kérni, hogy egy kicsit játszani. Leülök vele beszélni, hogy úgy nézzen ki, mint ahogy itt már ülve. Oké? Okay? Én szeretném kérni, hogy... Szóval játszunk egy kis kettőnél. Ilyen random szinten ugyanaz csinálják.
Thank you.
hogy gyakoroljuk, hogy közöljük szépen a közöljük, ne felejtsük el, hogy egy pár szakint meg szakáli, úgyhogy helyezzétek magatokat állandó vényelemben. Tehát akkor ez volt a fehér zenéje a country, és ebben az időben az amerikai hullákon feltűntek cowboyok, akik megmentenek minden gyönyörű hölgyek, a rosszakat legyőzik, ezek voltak a western filmek. És hogyha összeraktuk a country zenét, és a western filmekben felcsendülő fehérek zenét, azt westernnek hívták, tehát a country and western. És hogyha visszatérünk a legelső kompletre, akkor ott az úgy volt, hogy egy cél, meg egy utalmi. Tehát a filmnek első fele az a country and western. És ennek a country zenének volt a legnagyobb alakja, egy Hank Williams nevezető ember. Ő azt látjátok, hogy 30 évet élt, egyik fellépésre ment a másikra, és nagyon felfokozott téveskedés folytatott, hogy egész egyszerűen a kocsiban meghalt. Tehát ott valami probléma volt, valószínűleg az alkohol, a gyógyszerek, a siker, a csinálását adott. Ez még visszatérő jelenség lesz a rakétról történelemben is. Valóban ők szerettek bulizni, szerették a jó zenéket, nem voltak ennyire fenyőfüstöltben, pösavanyokat, úgyhogy ők abszolút ezen a swinges világban, rhythm and blues-os swinges világban kezdtek el élni, amikor már szabad volt nekik, és már tévében is kerülhettek, és hát ilyeneket csináltak, és ők így buliznak. Do 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 do
fogjuk csinálni, gyere! Élvezni fogok! Kis ötösség! Tessék kis ötösség, gyere! Megúszod a kötélmászást, ha biztos jó vagy benne, de akkor abból nem kell. Jó, akkor kérnék egy ennél sokkal bátrabb jelentkezőt, mert így nagyon sokáig fogunk megülni. Legyen egy megmentő, egy szuperhős, egy két Jedi rovat. Nem? Figyelj, akkor választok, akkor te lesz az. Igen, gyere! Azt jelenti, hogy kérdő, hogy nézzük meg őket, Nézzük meg őket, hogy gyerekek, igen, jó. Mutatkozz be a nevedet. Hogy hívnám? Rajmund, nagyszerű és művésznő. És Klári, hát kapcsoljuk meg őket. Minden morjon fel, hogy kezdődik, őket már többet nem fogjátok látni. Jó, és én át is adom a szót kis minden. Visszatérjük akkor a történelembe, ott tartottuk, hogy a feketék már hozzák ezt az őrült ritmust, az őrült zenéjüket, a fehérek is játsszák a maguk zenéjét, de egyre több fehér látja, hogy az a zene, amit a feketék művelnek, az az igazi. És ott van a ritmus, és a 50-es években már megjelentek a Chevroletek, Coca-Cola, mozi, új hősök, Marilyn Monroe, James Dean, hát valami újra vártam. De a társadalomban a feketék és a fehérek még el voltak különülnek, úgynevezett szegregálva voltak. Tehát például a mosdóban külön fehér, mosdóban külön feketéknek, a szakorítók feketéknek, a feketék külön mozdóban közlekedhetnek. Illetve látjátok egy koncertteremben is külön a fehérek és külön a feketék. Ugyanakkor a fehérek érezték, hogy ez a fekete zene, ez az ő zenéjük lesz. És volt egy Ellen Freed nevezetű DJ, aki rádióműsorában egyszer éjfél után, ahol azért csak kártézene szól, berakta a feketék mindenból zenéjét. És a fehérek, akik ezt a rádiót hallgatták, megőrülnek, hogy végre ez a zene, amit ők is szeretnének. Ugyanakkor a fehér konzervatív idősebb emberek föl voltak háborodva, hogy ők fekete zenét nem hajlandók hallgatni. De ez az őrület megállíthatatlan volt, és ez az Ellen Freed nevezett úriember nem csak rádióban játszott a feketék zenéjét, hanem koncerteket is szervezett, csupa fekete előadóval, és szólt a ritmen blues, és a fehérek erre megőrültek. És ez az Ellen Freed nevezett ember volt, aki 1953 környékén egyszer csak azt mondta, hogy ezt a zenét ő úgy hívja, hogy rock and roll. Tehát gyakorlatilag ez az Ellen Freed nevezett úriember, ő volt a rock and roll keresztapja, ő az, aki elnevezte ezt a zenét rock and roll. És itt jön egyrészt a képletnek a megoldása, tehát a fehérek country and western zenéjét és a fekete rhythm and blues zenéjét összeadjuk, elegítjük, ez a rock and roll. És 1954. július áprilisában egy Bill Haley nevezetű country énekes, az ő együttesével New Yorkban fölvett egy dal. És ez a dal az, ami elindította ez a dal egy Black Hole Jungle nevezetű filmnek volt a főcím zenéje, és a fiatalok tódultak erre a filmre, ugyanis itt hallották először ezt a dalt. Ez az a dal, ami felforgatta a világot, és ez az a dal, ami sok zenészben kiváltotta azt, hogy ő ezt a zenét akarja játszani. Frank Zappa nevezetű
nevű híres rockzenész azt mondta, hogy amikor kijött a Uziból, megváltozott az élete ettől a daltól. És ez a dal, ennek a címe az, hogy Rock and Roll Blood, ez a mai napig nevezhetjük a Rock and Roll Jézusának, Bill Haley pedig a Rock and Roll apjának. Úgyhogy most ez a dal következik Balázsék előadásában, Rock and Roll Blood. One, two, three, four, five, four, five, 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 six, seven, eight, nine, ten, 11,
mozgása volt, ami addig amerikai színpadon még erősen fordult. És az elején itt voltak, és látták, hogy egy videó ment, amit itt leültetek, hogy 54-ben, áprilisban, amikor még nem volt rock'n'roll, akkor ilyen nyálas, langyos, lassú dalokat hallgattak az amerikai fiatalok. És megjelent Elvis, az ő megjelenésével, az ő fekete zenéjével, és megjelentek az emberek. Látjátok, hogy mit vártok ki ez az Elvisnek a zenéje, a mozgása. Ma már nem tudjuk elképzelni, hogy sikorkoztak a csajok. Még most már el lehet mondani, hogy budikat is dobáltak föl. Tehát Elvis betölte Amerikát. A hatását látjátok, hogy extázis. Olyan még nem volt extázis színpadon Amerikában. És akkor, hogy ezt ne csak egy képpel lássátok, hogy Elvis mit művel, ezért itt van Mikey, aki majd be is mutatja, hogy mit művel az Elvis színpadon. Köszönöm szépen! Az a kérdésem, na, igen, szóval Elvis bácsi, ugye ez nagyon örülmény ember volt. Ismerik olyan klipjét, ami az első videóklipnek számított egyébként? Ismerik Elvis Presley számos? Van egy, ami a börtönben játszott. Ismerik olyan a címét? Semmi? Jailhouse Rock? Ezt hallottuk, nem? Itt van a bácsi, ez a Jailhouse Rock. Kocskét, itt. Ilyen így volt rajta, ez konkrétan azt hallottam meg. Na de viszont, hogy lett még két rakemról arcunk, megnézzük őket, hogy mi lett belőlük. Emlékszünk meg, hogy néztek ki, amikor kimentek? Na, nézzük meg, hogy most hogy néznek ki. Mert hogy abban az időszakban körülbelül így öltöztek a fiúk és a lányok, úgyhogy megkérjük őket, hogy akkor most jöjjenek ki. Szóval... azért már is sokkal nézzük. Akkor a fiúk egy nagyon csávó volt, akkor jó fiúk volt, nagyon menő, meg a lányok is úgy néztek ki, mint a lányok, meg szép volt a tartásuk, ugye? Gyönyörű szépen álltak, igen, és mindig mosolyogtak, és kedvesek voltak, és a fiúk is úgy néztek ki, igen, srácok, húzzuk ki magunkat, hogy nézzek ki a kihúzottakat, majd szerintem, tapsoljuk meg őket. A továbbiakban ők lesznek, akik Kesekítő, hogy csúcs lejjebb, premier rákkal tudtok innentől kezdve hozni, és nagyon kemény feladatok lesz, amikor tapsolni kell, akkor ők besegítenek. Ne. Jó? Egy kicsit izgít legyen a dolog. Hát menjünk is tovább. Jó, tényleg elfelejtettem valamit. Szóval, ha már van egy ilyen kesegény, de csak gondoltad, hogy nem fogja szabadni. Na gyere, játszunk egy kicsit. Oké. A lányoknak az a feladatok, hogy ülnek és tapsolnak, az gondolom nem jó. Figyelj, választhatsz, vagy ülsz és tapsolsz, vagy meg kéne valamit találtad, igazson. Igazson nektek gyorsan egy rontogát. Na, melyik? Melyik van az jobban? Oké, neked szeretük szerintem, akkor mi győztünk. Na, a fiúknak felállnak. Igen? Vagy felállsz a rontogat? Igen? Na jó, hát ez a motiváció. Hát nagyon jó vagyok. Na, szóval felállsz. Ugye az Elvis bácsi az azt csinálta, hogy az egyik lába az olyan volt, mint hogy egy ilyen skorpió mászott volna a gatyájába, és így ki akarnak rázni, ugye csinál. A másikban meg az óriás volt, a nagyon kígyó, figyelj, a nagyon kígyó, csinál már, nagyon kígyó, és utána jött a kettő mászott volna, és ott ki kellett benne vele. Jó, és közben meg kézzel van a mászott, segítség, csinál, gyere. Ő, nagyon király van, segítség meg, fölködik. Van kezed? Ah, nagyon lábad? Van. És akkor Balázséget most megkérjük, hogy valami kapcsolatnál tolja. Igen.
mindent megpróbáltak, összetörték a lemezeket, be akarták tiltani a rádióadót, először 200-t akartak tenni, de a rákendrót nem lehetett megállítani, és sorra jelentek meg jobbnál jobb előadók. Ebben a számrekord stúdióban, itt még visszatérünk Elvis-re, tehát ő 70 évben viszonylag fiatalon meghalt, de az, hogy mennyire korszakos előadó, az azt is mutatja, hogy a mai napig az Elvis-biznisz továbbra is remekül működik. Nem ezeket adnak el, Elvis ruhákat árulnak, sőt, még Elvis hasonlás versenyeket is tartanak. Ki tud énekelni Elvis-ül, ki nem tud, az nem érdekes. Itt látjátok talán a legdurvában, jobb alsó sarokban, aki Elvis utolsó éveire próbál hajazni, ugye Elvis a végén nagyon, nagyon elhízott, ezért egyre találják. És akkor ebben a Sun Records stúdióban elkezdtek jelentkezni újabb és újabb előadók. Betévedt oda például egy Carl Perkins nevezett úriember, aki annyira szegény volt annak idején, hogy az első gitárját ezt egy gyümölcsös ládából farigcsálta ki, és ez az úriember, ő nagyon jó dalokat szerzett. Szerzett egy olyan dal, ami azóta is a rock and roll klasszikusa, ami megkerülhetetlen, az volt az ő szívfájdalom, hogy ezt a dalat nem ő vitt a sikerre, hanem Elvis Presley, de többi rock'n'roll előadónak is meg kellett törődnie, hogy Elvis mindenek fölött áll. Ez a dal, ez arról szól, hogy bármi történhet veled, fölgyulhat a házad, elszedhetik a feleségedet, leönthetik a ruhádat, teljesen mindegy, csak a kék antilop cipőjére rá ne lépjen. Ez a Bruce Lee Shoes, ez következik most. Sunshine, loud.
Az amerikai háztartások nem csak kizárólag, hanem a vallásos amerikai családokban mindig megtalálható volt egy zongora. És ebben a Soundrecord stúdióban megnézett egy göndör, szőkehajú srác, aki szépen fiatalabb éveiben Mozartot, Bachot játszott, viszont hallotta a feketék zenéjét. És egész egyszerűen elvitte oda, hogy betévedtek a stúdióban, és amit művelt, az zongorán, amit énekelt, az maga volt a csoda. Ő teljesen más szintre emelte a zongorázást ebben az időben. Gyakorlatilag nem csak a kezét használta a zongorára, hanem használta a mindkét lábát is. Hogy ebből látom most egy kis izenítő. Na szóval nekem egy nő volt a kedvenc előadó, mert ő nagyon lazó volt. Rámondták, hogy az egyik keze az fehér, a másik meg fekete, és tényleg a feketéktől tanult alapvetően zenélemet és stílust. Amúgy meg templomi zenekarban játszott, és abszolút ilyen gospel vonalon mozgott, még mielőtt practical zenésztett. És nagyon sok helyen meg is utálták, pont azért, mert hogy a hígyüliben már rock'n'roll szólt, és nem az, ami a hígyül is volt, és rock'n'roll szólt, és már nem azt játszott, amit egyébként alapvetően. Úgyhogy nézzük meg egy következő dal, amit a King Catherine-on fog játszani nekünk, az egy nagyon fantasztikus Jerry Lewis nóta. Hadd szóljon! Ez a High School Confidential. Egyébként a film a Rock'n'Roll Earth, ugye Jerry Lewis élete érdemes megnézni.
saját életrajzunk filmját. Fontos jelenet.
leghíresebb magyar zenekar az az Illés volt, és volt neki egy olyan szám, hogy csillanó fekete lemezeken, nagyon volt az. A másik meg, hogy 1958-ban sikereinek a csúcsán úgy érezte, hogy ő megtér és csak vallási zenét játszik. Na ezzel el is vágta az ő maga karrierjét, utána visszatért a rock'n'rollhoz, hogy azt a nagy sikert már nem tudta elérni, amit a megtérése előtt volt. És akkor elérkeztünk ahhoz az emberhez, akit már láttatok a videón, amikor Jerry Lewis-zal ott egy kicsit összealkoztották a bajszokat, neki volt is bajsza egyébként. Ő a legnagyobb hatású rock'n'roll zenész, Elvis a király, de hogy Chuck Berry volt az, aki a rock'n'roll gitározást megteremtette. Itt látok egy tanárnőt, hogyha megkérdezünk a AC/DC spólóban. Igen? Tehát mindig örülöm, amikor látja az ember. Az AC/DC nevezető rockzenekar, az Chuck Berry stílusával tört elő a 70-es években. Tehát amit az AC/DC gitárosa játszik, az Chuck Berry-től tanulta, hogy Chuck Berry. De olyan jól látni azt, hogy ez a zene, ez a lényege, hogy a rock and roll, ez a klasszikus rock and roll tovább él a későbbi rockzenékre. És ez az AC/DC spóló ezt mutatja, hogy az a rock and roll zene, amit Chuck Berry is képvisel, az tovább él a mai napig. Tehát Chuck Berry remekül gitározott, hogy mindjárt hallhatjátok is azt a stílust. Emellett remekül táncolt, vagy színpadi show mutatott a gitárjával, és a leghíresebb rock and roll dalok az ő nevéhez fűződnek, és emellett a szövegei is már nem csak arról szóltak, hogy Tutti Frutti, meg Shake Baby Shake, hanem azok már komoly történetek voltak. Tehát a legkomplexebb, sok oldalú előadó az Chuck Berry volt. És van egy himnusza, ami, hogyha a rock'n'roll-ra azt mondta, hogy himnusz, meg a jailhouse-ra a himnusz, hát akkor a Johnny B. Goode, nincs ebben a rock'n'roll koncert, ahol a Johnny B. Goode ne szólalna meg. Most ezt következik videó. Thank you.
meghal, de itt láttunk középen egy srácot, ő egy latin származású fiatalember volt, aki a rock and roll-ba beletette a latin vérzését, a latin zenét, és ő ugyanúgy rajta volt ezen a repülőgépen, Ricci Valensnek hívják, érdemes megnézni, róla is készült egy film, nagyon jó dalai volt. És van egy Eddie Cochran nevezetű srác, aki 3-4 remek dalt írt, és elment Angliába koncert körútra, át is ment a nagy vízen, ott nem volt semmi gond a repülővel, viszont beült egy taxiba az egyik koncert után, ami frontálisan ütközött, ő meghalt. Viszont a taxiban ült egy másik srác, Gene Vincent, aki túlélte, de sárta volt, alkohol, onnan már nem volt visszaút, viszont 2-3 nagyon jó dal van, a leghíresebb az a Big Bang Bedula, ezt következik most. Úgyhogy majd visszatérünk, majd 80-as években vissza fog jönni a rockabilly, és sokkal
modernebb formában. Akkor visszamegyem én a szót, tehát 58 környékén a rock and roll egy kicsit visszaszorult. Jött utána a szól, és jött a rock zene. A rock zene most már többször mondtam, hogy a rock and roll-ból épült föl, és a gyökerei azok. És ez a két igazán multikus rock beat zenekar volt a 60-as években Angliában. Az egyik az a Rolling Stones volt, és az ő a énekesek meg a gitárosok úgy jött össze, hogy az egyik az énekes állt egy busz megállóba orgon, és a kezdében volt egy Chuck Berry lemez. És oda ment a másik, a gitáros, azt mondta, hogy te szeretnél Chuck Berry? Igen, akkor kicsit egy együttes. És ez volt a Rolling Stones. Az első lemezeinkkel Rollingnak is több olyan dal volt, amit ezek a nagy rock'n'roll előadók játszottak, vagy szereztek. És ezek a nagy sikerű sztárok, a Rolling Stones-nak az énekesje az a Mick Jagger, a gitárosa pedig Keith Richards, ők keresték ezeknek a sztároknak a kenyei, és igazán tisztelték, szerették őket. Akikről itt beszéltem, ezek mind látható, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, megint Chuck Berry. És itt látható az a Muddy Waters, aki nem rock'n'roll, hanem Rhythm and Blues gitáros volt, de ő az, aki ugye a blues Rhythm and Blues-osította, gyorsította föl. Fats Domino. És a másik zenekar, ami talán még nagyobb hatás volt a beat és a rock történetben, az a Beatles. És a Beatles-nek a tagjai ugyanúgy Little Richard-val ott vannak, ugyanúgy Fats Domino-val, ott John Lennon és Chuck Berry, illetve Jerry Lee Lewis és Paul McCartney, ő még él, hála Istennek. Úgyhogy a rock and roll klasszikus és a rock and roll zene tovább él ezekben a rockzenekben, és amit mondtam, a heavy metal, Metallica, Motorhead, AC/DC, tehát mind ugyanerre a rock and roll zenére alatt. És akkor ugye a stílus irányzat idején is. Ugye élőben is láthatjuk, hogy a klasszikus forma az hogy nézett ki. Gondolom, ezek felismerhető a képen, illetve a pályátors, illetve a rakapiri stílusú vonal is, ahol már a csajok is nadrágban voltak, farmencsekig voltak, inget. Ugye, ha megnézzük csak a Chris című filmet, akkor ott is a szőke szépség, a szerdi először egy kis csinkítime van, aztán amikor már túlul a helyzet, akkor fölkapja a bőrt, a cipőt, a bőrcsekit. Szóval nagyjából a klasszikus rakapiról kaptunk egy rakapiri formát. A filmben is kb. Hasonló dolgok történtek, illetve itt annyival más, hogy a című az a Ripper volt, aminek a későbbi utódja egy elromlott vonal az a Buffalo, aki esetleg találkozott ezzel a cipővel, ilyen csótánytakosó, ezt a csajok is hozzák a 89-es évek végén hozzak is. Illetve a filmnak ugye a haj vonal volt még a jellemző, a különböző klasszikus formák, de egyébként a mostani időszakban is a mostani férfi trend hajvágás ugyanerre áll vissza, szóval ennek az alapja a mostani hétköznapi hajviselet is. És ugye táncvonal sem halt meg, hanem jelen pillanatban is él ez a rakettoros rakettor is vonal. Ez egy egy-két éves felvétel, mert itt alapvetően a spákupi tánc műfaj nyilvánul meg, hogy ez is klasszikus bugyira és a ritmákra épül. Ez is sokkal lazább kötetlenek táncvonal. Rengeteg ilyen rakettor fesztivál létezik. A Ragnandé is nagyon sokkal részt vesz, illetve csinálni le. Ezt majd a végéről is elmesélem, mert hogy van egy kimondott karakterről történetet és kultúrát megőrző rendezvényünk. De ezt a műfajt egyébként külföldön is imádják, rengeteg ilyen fesztiválon, és nagyon jó buli. Ez olyan képzelem, mint a Sziget, egy kicsivel kisebb megoldásokkal, viszont százszor, kétszázszor kultúráltabb környezetben is hát emberekkel. Szóval ez egy kultúrvonal, szeretjük őket. Hát ugorjuk is tovább, és megint Balázs ilyen szó. Na ma én felelete rákjuk egy hivatalosan. Ugye mondtam, hogy 80-as években, amikor már az 50-es évek végén, 60-as évek végén teljesen
esti volt ez a műfaj, 80-as évek volt, hogy nem ez a Stray Cats nevű zenekar, aki újra köztudatban hozta, és újra azt mondta, hogy ez egy lehet egy modern műfaj, ez lehet még mindig egy menő műfaj, és ők voltak azok, akik feleltek azért, hogy ez, a, ez újra köztudatban jusson. TV-be szerepeltek, felépéseik voltak, országszerte, nemzetközi szinten, és a mai napig. Most adták ki a nem tudom olyan lemezőket a 41. évfordulóra, úgyhogy érdemes őket megnézni, most is látható őket is lépve. Nekik köszönhetjük, hogy újra menő lett a rákabélés. Igazság szerint nem gondolom, hogy 2019 vagy 2020-ban ne lehetne újra magány ez a műfaj. Az én hajomat nem lehetett ilyen jól belőni, mint az övé. És én nekem nagyon összeveszett, de a rock and roll zene az az egyik.
Úgyhogy 1980-ban hódította rock and roll újra Magyarországon, igazából először. És hogy kicsit valamit magunkból is mutassuk, mi sem csak beszélgetünk erről a műfajról, hanem azért gondoljuk, hogy prezentálunk egyik olyan fotót, ami megmutatja azt, hogy ezért mi is a tűz közelben voltunk, vagy vagyunk, mert hogy például Toldival közös koncert, a Tánckarban, Szandi valaki esetleg őt ismeri, Fenyő Vigyé Szandi közös fellépésén, Szandival, a Novával, aki a Novai Gáborról azt kell tudni, hogy ő is ős Hungáriás volt, és benne volt a zenekarban, aztán ugye körülváltak. Van egy Hitler-ös nevű zenész is, aki nagyon jó zenész volt, ő sajnos már nem él, pár évvel ezelőtt meghalt, neki a Huga Valót, még egyébként ott a rendszerokban látható, vele is dolgozott, vele, őt is nagyon jól ismerjük, vele úgy konkrétan még nem dolgoztunk, de nagyon szeretjük és nagyon szeret minket, illetve Gáján Bálintan. Szóval, hogy azért van némi közünk a rock and roll műfajához, és hogy az egyesületre visszatérjük, de látom, hogy mindenkinél van, vagy a nagyon mindenkinél van telefon, azt szeretném kérni, hogy nyugodtan tegyétek elő. És Facebookon, Pácsakukon nyugodtan keresel a Rock and Roll Egyesületre, és azt szeretném kérni, csak annyit tegyetek meg, hogy lájkoljátok meg a dolgát. Mert mi fog? Semmi át is nyugodtan. És közben elmondom, hogy szeretnék azt, hogy látom is 12-e az a Rock and Roll történelem nap lenne egy hivatalosan is egy minden nap. Ezzel dolgozunk, úgyhogy aláírás nyújtjuk a 18 éven felüljen költ kérünk erre aláírás, hogyha valaki ezt így támogatni szereti, akkor nyugodtan a program után jöjjön ide, és aláírással támogassa azt a termünket, hogy az április 12-től legyen a magyar rápjakról minden napja. És erre vannak rendezvényeink is, kimondottam ezen a napon, ahol reggel törzsek szerepelők játszanak, amerikai autó kiállításával, minden olyan különbség és jóság, ami ehhez a kultúrában és kultúrában szart, azok megjelenik, az legyen a tánc, legyen autó, legyen ruha, zenekar, vagy bármi külcsíny és felcsíny része, hogy nyugodtan keresetek ezeket a programjainkat és segítünk vezetéket. Jó buli, sokkal lazább, mint a mostani biztos vonal, vagy az egy szóhány belefekszű vonal, kultúráltan lehet bulizni jó zenére, és nagyon jó a szemekkel, és ez a ritka, sajnos a mostani időszakban, hogy ilyen jellegű bulik vannak, és szeretnék biztosolni mi is, hogy minél több ember szeresse ezt a műfajt, és szívesen látni ilyen a bulikra. Szóval éjjel-nappal szólnálunk ilyenkor a rádióban, meg amúgy is. Ezekről a rendezvényeken egész napot el lehet tölteni ebben a hangulatban. Amikor belépsz, akkor azt látod alapból, amikor visszamennél a hatalmas évekbe. Így van, hát nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy eljöttetek. Még akkor is nagyon volt más választásokon, de mi örülünk neki, nem húztatok egy matektokát, vagy bármilyen más dolgozatot rövid. Viszont egy utolsó számmal szeretnénk tőletek elköszönni, hogy valószínűleg mindenki ismer. És nagy a kérdés, hogy álljunk fel egy kicsit az, hogy mert már mindenki besik van, vagy hogy egy ilyen utolsó nagy húzás, hogy itt lehetnék tőletek kérni, és szóval jó, és magyar rock and roll a csó királyság.